Az Európai Unió utáni életre készülés sürgette csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd. A Mi Hazám mozgalom alelnöke arról beszélt, hogy Magyarország az unió nettó ráfizetője, hiszen miközben az uniós források a hazai GDP 4%-át teszik ki, addig 7%-nyi az az arány, amit a multinacionális cégek profitként visznek ki az országból. A politikus szerint előbb módosítani kellene az alaptörvényt, annak érdekében, hogy lehessen ügydöntő referendumot tartani az ország uniós tagságáról. A Mi Hazánk politikusa azzal is érvelt, hogy az Oroszország elleni embargó évek óta súlyos károkat okoz a hazai mezőgazdaságnak, most pedig olyan súlyos válság fenyegeti az EU-t, hogy felmerült annak veszélye, hogy a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással energiahordozóikat. Tagok legyünk vagy szabadok? Ez most a kérdés, és egyre többen érzik úgy, hogy az EU inkább gyarmatosít és kihasznál minket, fogalmazott Novák Előd. Na, elég hamar megtudhatjuk, hogy mi a véleménye tényleg hivatalosan is erről a Mi Hazánk mozgalomnak, mert a következő percekben Dúró Dórával beszélgetünk, ugye a mozgalom elnök helyettesével, akit köszöntök itt a stúdióban, illetve a másik oldalról feltételezhetve kicsit más vélemény lesz, majd Szent Ivány István külpolitika szakértőnek. Jó reggelt kívánok! A kormány képviseletében nincs jelen senki, ezért kötelességem azt a mondatot idézni, amiben az igazságügyi minisztérium reagálta az ATV-ben elhangzottakra, pontosan az ATV kérdésére. Azt mondja, hogy a magyar kormány elkötelezett az uniós tagság mellett, ezt erősíti, hogy a magyar lakosság 80%-a ma is az uniós tagság mellett voksolna. Hangzik tehát a minisztérium állásfoglalása. A kérdés, a Mi Hazánk mozgalom mit gondol valójában erről? Egyrészt, hogy ez a 80% vagy 70-80% különböző felmérések voltak, mennyire reális, és ha ez így van, akkor vajon miért mennek be egy ilyen népszavazási kezdeményezésbe? Biztosak-e a dolgukban, vagy valóban a népnek a megerősítését várják ebben a kérdésben? Elsősorban az a célunk, hogy egy értelmes párbeszéd alakuljon ki az Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatban, és egy valódi mérleget tudjunk vonni, és az őszinte szembenézés legyen az, ami meghatározza az erről folyó politikai diskurzust. Emlékezhetünk rá, hogy nagyon nagy többséggel szavaztak az emberek akkor is, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Ugyanakkor olyan bárgyú kampány folyt Magyarországon, hogy a Bécsben történő cukrászdanyítás volt a középpontban, de arról például nem esett szó, hogy a Magyarország gazdaságát valójában hogyan befolyásolja az uniós tagság, tehát például a cukoriparunk, mint állatorvosi lova az uniós tagságnak mutatja, hogy itt nem fenékig telj fel az élet az unióban sem. Tehát Magyarországnak 12 cukorgyára volt, most már egy működő cukorgyára van. Gyakorlatilag gyarmatosították a cukoripar tekintetében Magyarországot, és számos más olyan vetület is van, amit fel kell vetni. A leggyakoribb érv az uniós tagság mellett, hogyha maradunk a gazdasági következményeknél, akkor az ide érkező támogatások úgymond. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy ezek hol landolnak, kiknél landolnak, akkor azt látjuk, hogy a multicégek több pénzt visznek ki Magyarországról, mint amennyi egyébként uniós támogatás formájában érkezik. Gondolod, tehát, hogy a tájékozatlanságból fakadt annak idején 15 évvel ezelőtt, hogy az ország belépett az unióba, és most másként gondolkodnak az emberek, mert nyilván vannak igazságok abban, amit elmondott, de ez akár ezt a 70-80%-os arányt meg is fordíthatná, tehát ők reménykednek, bíznak abban, hogy esetleg egy népszavazás esetében fordított lenne az arány, és nem Az, hogy tisztán lássunk, és egy valódi mérleget készítsünk az uniós tagságunkról, közel 20 éve vagyunk ennek a közösségnek a tagjai, az mindenképpen elengedhetetlen, úgy gondolom, és akár a 2024-es választásnak, európai parlamenti választásnak lehetne ez egy fő témája, hogy nézzük meg, hogy Magyarország mit nyert és mit veszített. De nem csak gazdasági következmények vannak, hanem vannak politikai vetületei is nyilván egy ilyen tagságnak, tehát az a bevándorlásnak például az a fajta erőltetése, ami az Európai Unió részéről irányul Magyarországra is, meg hát az összes tagállam irányába, az nehezen forintosítható nyilván. Tehát, hogyha a mérlegről beszélünk, akkor politikai és gazdasági mérleget is kell vonni. Másrésztről úgy gondolom, hogy a háború és az, ami jelenleg a világban folyik, vagy akár az elmúlt két évben a koronavírus kapcsán és a lezárások kapcsán történt, mind rávilágít arra, és talán ez
még fontosabb kérdés, mint maga, hogy az uniónak tagjai vagyunk, vagy nem vagyunk tagjai, hogy Magyarországnak minél inkább az önrendelkezés irányába kellene elmozdulnia, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Már is sok érvet hallottunk akkor most emellett, akkor Szent Ihány István, hogy gondolkodik erről ezzel szemben? Egy dolog valamiben én egyetértek, hogy nagyon jó lenne, ha egy érdemi vita alakulna ki ebben a kérdésben, és érdemi számvetés történne a tagságunkról, de én egészen másképp látom ennek a mérlegnek a végső állását. Tehát én, nekem meggyőződésem, hogy Magyarország számára nagyon sok előnyt jelent az Európai Uniós tagság. Nem véletlen, hogy a magyar társadalom jelentős része még most is támogatja a tagságot, és itt egyáltalán nem csak arról van szó, hogy a pénzügyi támogatások jelentenek sok mindent, hanem az a gazdasági közeg, amibe bekerültünk, az az egységes európai piac, a befektetői környezet, ami miatt ide jönnek egyáltalán a befektetők, azt az Európai Unió biztosítja. Ebből kilépünk, akkor ez óriási veszteségekkel jár. Egyébként a Brexit példája mutatja, hogy Nagy-Britannia nagyon komoly nehézségekkel került szembe, pedig a brit gazdaságnak az erejét nem lehet összehasonlítani a magyar gazdaság erejével. Bocsáss meg, ha már ezt a Brexit szóba hozta, nagyon fontos a következmények, de az a helyzet is, amiben ugye Nagy-Britannia bele manőverezte magát azzal, hogy egy akkor is úgy volt, mint ahogy most is voltak itt kezdeményezések, a népszavazásra erősítsük meg, vagy döntsük el, mi legyen, és azt gondolták, hogy hát úgyis maradnak majd bent az Unióba, és hát bizony meglepetés volt az, hogy a Brexit mellett szavazott, ha nem is túl nagy többség. Lehetséges, hogy mondjuk Újhely István ezért is visszakozott, ugyanakkor a Jobbik pedig továbbra is kitart a népszavazás kezdeményezése mellett. Nem kockázatos nem dolog bocsánat. Ez? Jobbik is. Meg is nyújtották ezt a kezdeményezést, igen. A más kérdés, ami hazánk más szintre emelni azzal, hogy egy ügydöntő népszavazás, tehát ami kötelező érvényű, a Jobbik pedig csak úgymond egyszer népszavazáson nyújtott be kezdeményezést. Igen, tehát én látom ezt a veszélyt. Van ennek kockázata? Szerintem van. Méghozzá azért van ez a kockázat, mert azért a kormányzati propaganda nagyon kétszínű. Tehát szerkesztő úr idézte azt a mondatot, hogy mi elkötelezettek vagyunk az Európai Uniós tagság mellett, de gyakorlatilag 2015 óta állandóan támadják Brüsszelt, az Európai Uniót, az Európai Uniós tagságot, és bár most jelen pillanatban még a lakosság többsége támogatja az Uniót, de ez átfordulhat, mert nagyon meggyengítették ezeket az érzelmi szálakat. Tehát az Európai Unió az nem csak gazdasági közösség, hanem egy értékközösség is, és ez jelenti azt például a schengeni határokat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenfajta nehézség nélkül juthatunk el Budapesttől Lisszabonig, hát ez most a Covid alatt egy picit nehezebb volt, de egyébként ez egy fontos dolog, az, hogy az emberek munkát vállalhatnak bárhol, és ezzel fél millió magyar állampolgár élt, tehát ezer dolgot mondhatnák. Még a gyarmatosításra hadd térjek ki, mert ez gyakran elhangzik, egyébként még a kormányoldal részéről is, és a békemenetek is föl szokták hozni. Hát aki a történelmet kicsit ismeri, azt tudja, hogy nem volt még olyan gyarmatbirodalom, amihez önként és örömmel akarnának csatlakozni, nem csak mi, hanem még sok-sok ország ezen kívül ilyen gyarmatbirodalom nem volt. A gyarmatbirodalmak úgy jöttek létre, hogy elfoglalták őket. Olyan meg különösen nem volt, hogy a gyarmatbirodalmi központban, a döntéshozatalban teljes jogú tagként vehettek részt a gyarmatok, sőt, bizonyos dolgokat megvétózhattak volna. Tehát ez nonsens, itt nincs semmiféle gyarmatosításról nincs szó. Magyarország teljes jogú tagja, pont úgy, mint bármelyik más, mint a további 26 tag. Nyilván arra is széloznak, hogy a nagy multik ugye rengeteg pénzt talicskáznak az országból, mondják, miközben rengeteg fejlesztést is hoznak, és hát ugye munkahelyeket teremtenek, ez a dolog két oldal, de hogyha egy kicsit fehéren-feketén akarnám megfogalmazni, főleg Novák előtt minapi nyilatkozat kapcsán, az egyenes beszédben több mondatából is az derült ki, hogy az sugallja tulajdonképpen, hogy az unió végnapjait éli, és tagok legyünk, vagy szabadok, hogy minthogyha az önök részéről megszületett volna már egy döntés, egy állásfoglás, mikor egy szó szerint nem is mondták ki. Ön úgy gondolja, hogy jobb lenne Magyarországnak az unión kívül? Ami hazánk, úgy gondolom, hogy az a felelős politikusi magatartás, hogyha felkészülünk arra, igen, hogy egyrészt az Európai Unió akár egy évtizeden belül is széteshet, vége lehet. Láttuk azt akár a Brexittel kapcsolatban, akár még az orosz-ukrán háború ki nem robbant, addig a lengyelekkel szemben is erőteljes konfliktusok jellemezték az Európai Uniónak a politikáját, és Magyarországgal szemben is. Tehát igen, vagy akár arra gondolunk, hogy milyen... Igen, az mire vonatkozik, bocsássam, a felkészülés egy dolog, az a kilépés... Igen, felkészülés. Tehát az biztos, hogy jelen pillanatban az nem reális, hogy akár a magyar gazdaság, akár a politika talpon tudjon
maradni, úgy, hogyha egyik napról a másikra mi kilépünk az Európai Unióból. Ez teljesen világos. Ugyanakkor azt látom felelős politikusi magatartásnak, és ezért kezdeményezi a Mi Hazánk ezt a vitát, és ennek a végén majd évek múlva akár az ügydöntő népszavazást, hogy lássuk, hogy mi vár Magyarországra ebben a nemzetközi környezetben. Másrésztről ez nem fekete-fehér az Európai Unióval kapcsolatos politikai vagy gazdasági együttműködés. Vannak olyan országok, amelyek nem tagjai az uniónak, de gazdasági együttműködést kötöttek ezekkel az országokkal, vagy magával az Európai Unióval, a norvég mintát azt tudom említeni ebben a kérdésben. Tehát Magyarországnak mindenképpen, és a háború mutatja leginkább, az önrendelkezés irányába kell elmozdulni, minél kevésbé függjünk politikai és gazdasági értelemben is egy olyan közösségtől, amely nagyon gyakran például a magyaroknak kedvezőtlen döntést hoz. Mindenképpen megnyugtató, hogy... esetében, hanem a háború esetében. Az mindenképpen megnyugtató, hogy csak több éves, hosszabb távon gondolkodnak esetleg abban, hogy esetleg el kéne hagyni az uniót, de hát ahogy mondta, meg kéne vizsgálni a lehetőséget annak, hogy utána majd mi lesz. De hát egy népszavazás mennyiben dönt arról? Éppen arról beszéltek, Novák Kerül is azt jelölte meg, vagyon is említette, hogy hát nem kellő tájékozottsággal szavaztak annak idején az emberek. És hát most is kérdés, hogy milyen információk alapján döntenének egy népszavazásban, hova teszik le a voksukat, és attól még, hogy szavaznak valamire, attól még mennyiben fogjuk látni ezek önöknek, politikusan a szakembereknek a dolga, hogy felvázolják, hogy milyen jövőkép van az unión belül vagy kívül, nem? Tehát ez... De ez alkalmas lehetne egy népszavazási kampány, vagy ez a több éves folyamat, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk, és én remélem, hogy érdemi szakmai alapon áll hozzá mindenkihez a kérdéshez, nem pedig úgy, ahogyan az a 2004-es csatlakozást megelőzően történt, mert akkor nagyon bárgyú kérdéseket tettek fel a magyaroknak, amelyek egyébként nem is voltak reálisak, és nem is történtek meg nyilván, tehát nem az történt sajnos, hogy mi nyitottunk tömegesen cukrászdát Bécsben, hanem épp, hogy a nyugati erősebb tőke. Hát a lehetőség mondjuk, hogy nyitott betűnés. Volt Szent Ilyen István, mit gondol, eléggé tájékozottak a magyar emberek, illetve mit lehetne tenni annak érdeke, hogy valóban most egy népszavazási kezdeményezéstől függetlenül is tényleg még jobban képben legyenek azzal kapcsolatban, mivel kell számolni az unión kívül, és milyen erőnyök vannak belül. Én azt gondolom, hogy az információkhoz ma hozzá lehet férni. Tehát sok lehetősége van az embereknek. Az más kérdés, hogy a kormányzat nem teszi igazából ezt lehetővé. Tehát az ember a kormányhoz közeli médiának az Európai Unióval kapcsolatos tájékoztatását, vagy információt... Inkább csak kritikákat hall a kormány részéről. Akkor csak kritikát hall, és akkor nem egy kiegyensúlyozott tárgyilagos képet alkot arról, hogy mi az Európai Unió. Ez egy nagy baj, ezt én is így látom. Tehát ezért mondtam azt, hogy egy tárgyilagos, komoly vita, egy igazi konzultáció, nem olyan, amilyet a kormány szokott tartani, az ebben az ügyben hasznos lenne, ezzel én sem vitatkozom. De az egyértelművé szeretném tenni, hogy Magyarország számára létkérdés. Örülök, hogy azt mondta most Duró Dóra, hogy ők sem gondolják azt, hogy holnap kilépni, de én azt gondolom, hogy a belátható jövőn belül sem látok más lehetőséget. Az, hogy mi lesz 10-15-20 év múlva, azt mármint, hogy maradjunk. Igen. Tehát nem a kilépés. Tehát, hogy a kilépésre. Norvégia példáját nem tartom ebből a szempontból jónak, vagy Svájcnak, hát egészen más helyzetben lévő országokról van szó, és ők nem voltak már bent, tehát nem onnan kerülnek ki. Azért azt vegyük tudomásul, hogy jelen pillanatban a magyar gazdaság függése az olyan, hogy a külkereskedelmi forgalmunk 78% az Európai Unió tagállamaival zajlik. Ha itt most hirtelen ez... nem szűnne meg. Értem, hogy nem szűnne meg, csak sokkal nehezebbé válna, mint például a Nagy-Britannia esetében. Ezt érzik a britek, holott az ő esetükben az volt, hogy kevesebb, mint 50% volt az Európai Unió, mert nekik nagyon erős kapcsolataik voltak a volt gyarmatokkal, meg az Egyesült Államokkal. Csak rövid reakciót ér, Nagy-Britannia például nem eléggé riasztó az önök szempontjában, nem kell tartanunk hasonlótól, pedig hát egy lényeges erősebb gazdaságról van szó. Épp, hogy számunkra előnyös lehet, hogy Nagy-Britannia már végig járja ezt a folyamatot, és sok tekintetben van egy ilyen példa. Egy ilyen példa, és már látjuk másnak a példáján, hogy milyen nehézségek vannak ezzel kapcsolatban akár, amelyekre mi felkészültebben tudunk reagálni, hogyha Magyarország is ebben a helyzetben kerülne. Ugyanakkor azt is szokták mondani így röviden, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága Németországnak éri meg a legjobban, hiszen a német cégek azok, akik leginkább profitálnak ebből, hogy az ideérkező úgymond támogatásokat, amelyeket én szintén nem tekintek támogatásnak, de most már ezt nem nyitom meg ezt a kérdést is, az valójában a német multicégeknél landol, és Orbán Viktor maga is elismerte egyébként egy azonnali kérdésemre adott válaszában, hogy igen, csak a német multicégek több pénzt szivattyúznak ki egy évben Magyarországról, mint amennyi
mennyi ide uniós támogatás formájában érkezik. Tehát az önrendelkezés a kulcskérdés a Mi Hazánk mozgalom szerint, és ehhez kell a nemzetközi kapcsolatainkat is igazítani. Egy mondatban hadd reagáljak rá, tehát a német cégek akkor is kiszivattyúznak ezt, ha nem lennénk tagok. Hát azokban az országban nem tagok, és ott vannak a német, vagy amerikai, vagy bármilyen cégek. Elviszik a profitot, viszont fizetnek adót, viszont foglalkoztatnak Magyarországon több mint 100 000 embert, hozzájárulásuk jelentős a magyar gazdasághoz, fejlesztéshez, tehát én szerintem ezt nem lehet így nézni. De így nincs magyar nemzetgazdaság, hanem a németek gyakorlatilag gyarmatosítanak bennünket. Dóra Dóra, Szent Irányi István, köszönöm szépen. Folytathatnánk. Biztos lesz még alkalomra, hogy folytassuk. Most köszönöm szépen, hogy jutottad is. Köszönjük a lehetőséget. Köszönöm.